impozáns látvány fogadja a teniszpályára érkezőket, hiszen az egykori ütött kopott faház helyén egy vadonatúj épület áll. A Honi Szövetség támogatásával megépülő ingatlan 39 millió forintba került, és számtalan kényelmi funkciót tartalmaz a teniszezők számára. Az ünnepélyes átadón Kontra György, a Bajai Teniszklub elnöke úgy fogalmazott, hogy egy álmuk vált valóra ezzel az új székházzal. Jelenlegi állapotában a ház ugyan kész, de ez csak az első fázis. Reményeink szerint jövőre folytatódik az építkezés, bár nehéz szívvel mondom, mert annyira szép ez a ház így, ahogy van, de mindenképpen rákerül egy plusz emelet, ahol 7 darab kétfős mini apartman kerül kialakításra, hogy az ideérkező versenyek során játékosokat, játékvezetőket méltó módon tudjunk elszállásolni. Az új épület létrejöttében nagy szerepe volt Richter Attilának. A Magyar Tenisz Szövetség főtitkára az egész gyermekkorát Baján töltötte, így pontosan tudja, hogy mit is jelent ez a ház a bajaiaknak. Akkoriban nem értettem azt a mondást, hogy egyszer bajai, mindig bajai, és a bajaiság az örök, főleg úgy, hogy nem is itt születtem, de annak ellenére úgy gondolom, hogy ez abszolút érvényes, és ezeknek a gondolatoknak mindig ott motoszkáltak a fejembe, mit lehetne tenni. Abban nem hiszek, és a Tenisz Szövetség se hisz, hogy csak azért támogassunk valamit, hogy támogathassuk. És amikor elkezdődtek a kezdeményezések a helyi klub részéről, az önkormányzat részéről volt támogatás hozzá, akkor abszolút támogatásra nem csak méltónak, hanem hosszú távú támogatásra méltónak találtuk. A város nevében Fercsák Róbert polgármester mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta. A mostani beruházás a városnak is több szempontból hasznos, hiszen a sport mellett gazdasági hatásai is lehetnek. Majd az utánunk következő generációknak nem mindegy, hogy ilyen szempontból is mit építünk föl, mit hagyunk hátra. A testi-lelki gyarapodásnak a sport szintere, ez gyakorlatilag mindenki számára már egyértelmű, és hál' Istennek Baján egyre nagyobb aktivitást is látunk, akár a versenyszerű sportban, akár csak a civil életben. Az ünnepségen egyből egy névadót is tartottak. A dr. Csátaljai István nevével fémjelzett táblát a fiai leplezték le a jelenlévők előtt. A halfőző fesztivált követő héten pedig már élesben is bizonyíthat az új székház, amikor is egy 15 000 dollár összdíjazású nemzetközi női tornát rendeznek a szigeten.